2016. szeptember 6-a arcok a hangok mögött mindenkit sok szeretettel köszöntünk. És hogy a Pattog Gyulán még mindig ilyen technikai megbeszélés. Jó, akkor hangosan fogok beszélni. És hogy az arcok mögött tényleg legyenek hangok, akkor le is veszünk ezeket a maszkokat. Majd ennek lesz később jelentősége, nem olyan sok persze, ugyanis az van, hogy a sok gyermekem közül a legkisebbik adó Star Wars őrületben él, és akkor így napjába kell venni így a különféle búcsukon ilyen Darth Vader meg a birodalmi lépegető maszkját. Na, kérem szépen, a jó dolgokon nem szoktam változtatni, a társkeresők még nem tudják, Cukros bácsi is vagyok. Ugye jó hangulat, ez a szőlőcukor, tehát viszonylag egészséges, rá van írva, hogy akinek alacsony a vérnyomás az, azért, akinek magas annak, azért. Úgyhogy te bevált figura vagy, tessék kibontani, továbbadni. A lányom, Anna lányom, hát bevallom, haciki, hanem, de hát az együttérzés is a szeretet tükrében megszerettette velem Justin Bieber-t. Igen, igen, így változik az ember. Pár éve, hogyha Justin Bieber ment bármilyen rádión vagy adón, akkor én tekertem át, mert nekem egy nyálgépolt sziruppal leöntve, és a tetejére cukor mász. De annyit játszották a különböző számokat, hogy én bevallom, gyerekek, haciki, hanem Justin Bieber Love Yourself számát megszerettem, előadja Sesták Anna. For all the times that you rain on my parade, and all the clout you get in using my name. Vannak ugye az állandó rovatok, ezen gyorsan végigmegyünk, azok a celebek úgymond, akik nézik a szinkron titkokat, és levelet írtak nekünk. Következzen Koltai Róbert! Nagyon hiányzott már a műsor, de most már örökké jó lesz egy darabig. A Pubi és az Ati a két kedvencem, amit a Family gépet csinálnak. Csodálatos! Szeretem az arcok a hangot mögött című műsort. Néha abszolút nehéz, mint decemberben született gyereknek bemagyarázni, hogy őt is a gólya hozta. Kerekes és Dolmány művészurokat már nagyon várom. Csak Norris, a kedvencem. Kár, hogy nem én szinkronizáltam, pedig ő az egyetlen ember, aki úgy nyert olimpiát úszásban, hogy nem is lett vizes. Jó újra veletek! Szerettem a szinkron titkokat. A mai különösen, hiszen a barátom is itt lesz, a Szanna! És az ő barátja. A barát az, aki megérti a múltat, hisz a jövődben is. Elfogad annak, aki vagy. Milyen szép gondolatok. Hát akkor jöjjenek! Kerekes Józsi és Dolmány Attila! Van egy olyan játékunk, blattolni kell. Blattolni kell, meg fog jelenni egy fénykép. Különböző figurák. Ez lehet, hogy pont az Attila képe lesz, lehet, hogy mit tudom én, a Shrek lesz, vagy a Fiona. És amit te gondolsz a szöveggel kapcsolatban, nem csak a szöveget értelmezve, de a figurát belevéve, mutasd meg, hogy te mit gondolsz az adott figuráról. De én kapok szöveget, vagy a szöveget is blattolni kell? Pubikám, 54 évesen ne izgass magad, bízhatsz benne, fogod kapni a szöveget. Tehát, itt van ez a kis aranyos. Igen. Egy kis hangot, ki nem akarok pressziót gyakorolni, és nézzük. Most te mutatod meg a hangot, te, vagy én? Te mutatod meg. Olvasd ezt el, légy szíves, baba hangom. Egyenek! A te gyereked gyereke, miért mondja az én gyerekem gyerekére, hogy gyerek, amikor az én gyerekem gyereke nem is mondja, hogy a te gyereked gyerekére, hogy gyerek, hanem szépen mondja, kis fia! Ez jó játék. Na! Te gyerek! Mondd meg a te gyerekednek, hogy nem mondja többet az én gyerekemnek, hogy te gyerek! Na próbáld meg a csörét, légy szíves. Mutasd meg, mit tudsz. De nem nézem ezt a szájszalkot. Szatmára miért? De ismered a csőre hangját? Na, gyere már, nyomjad, gyere, mi szállt vagy meg? Szatmára miért, szemere meg a szürke zamara? Nem eteti szemere, szomorú szamara! Nem eteti szemere, szomorú a szamara! A szamara szomorú ütiveri szemere! Keserűzik szamara is! Szamara is? Hát interfunkció? Hát hogy gépeltél? Keserűzik a szamara! És szemere nem szomorú! Mizik bány a szemere, hogy szomorú a szamara! Szomorú lett szemere, megdöglött a szamara! Későn lettél szomorú, bizony későn szemere! Ha szemere szamara nem lett volna szomorú, idem volna szemere, ma is élne szamara! Reszkes csőre, Gabi! Most is tudod ezt a 20. életet, hogy te csinál. Na, de rögtök jel! Kedvem, kerekedett, kedvem kocsikázni. Kocsikázás közben kocsison karja kitörött. Kérlek, kedves Kálmán,
Küljél 2 kiló Comfort kocsison kezelésére. Reszkes Dörner Győrt. Mi ez tovább? Mert ugye egy luxus-juxus kulcs, meg még egy luxus-juxus kulcs, az 2 luxus, az 2 sus kulcs. Pedig jó vagy. Ne, ez privát. Na ott kezdte. A pápa törzs főnökét úgy hívták, hogy pápa. Pápa már nagyon öreg volt, meghalt. Ezért a törzs tagjai eltereztek, hogy választanak egy pápa. A sok póni lopopó tolván nagyon meghízott, ezért elnevezték pápa-pójú póni lopópót pápa-pókapónak. A elhízás már kezdett veszélyessé válni, ezért a törzs varázslója azt tanácsolta neki, hogy szopogasson bimbó gyökereket. Ezért elnevezték bimbó gyökereket szopó pápa-pójú póni lopópót pápa-pókapónak. Mivel a törzs a limpopó környékénél, a törzsfődök teljes neve így hangzott, limpopói, pimpó gyökeret, szopopopopopójú póni popolopolop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 
Ha már Johnny Weissmüller, akkor a Csita. Hallod, hogy neki jobban áll? Hát, hogy akkor klatya, felét ne csak a víz, vagy akkor lötyó, de késében a rocsokó gatyóból pocsok a pocsó. Szóval nagyon kevés az a fajta rajzfilm, vagy akár szinkronizált történet, ahol utána a magyar szereplők, a magyar hangok, hát úgy promozzák az adott sorozatot, hogy ténylegesen ők játsszák el. Egyáltalán hogy jött ez az ötlet, hogy ti ténylegesen megszemélyes? Nem tudjuk, hogy jött ez az ötlet, hát fölhívtak minket a Comedy Centraltól, hogy szeretnének egy ilyen évad beharangozót csinálni, és hogy vállaljuk-e. És hát vagyok, szerintem látszik is rajta, hogy vagyunk annyira hülyék, hogy vállaljuk. Amikor vettük fel ezeket az élő felvételeket, a Madár az ász című történetet, de csak annyira imádott Zoénak, amikor a Pubi már hatodjára énekelte ja, tényleg. A bizonyos dalt a felvételi helyiségben, akkor a szomszédból egyszer csak ezt hallottak, hogy te idióta! Ez így ezt kaptuk. De nem stábtag volt, az egy cím. Nem, a szomszéd lakó. De bájos gyerek. Éves. Jó. Én ennél szebb voltam. Na, robogjunk tovább. Na. Lehet, hogy azért csinálok ennyi rajzfilmet, mert én is azért vagyok benne olyan jó, mert én nem spórolok, ez a képen is látszik. Tehát, hogyha egyszer valami egy barom idegbeteg, akkor egy barom idegbeteg! Azt nem lehet leközvetíteni úgy, hogy... Pubi jó a rajzfilmekbe? Figyelj, rajzfilmekről még... Szavazzuk már meg, hogy jó a Pubi rajzfilmekben? Tegyem el fel a kezét. Na, az a baj, hogy itt sajnos a kicsit elszoktunk komolyodni, szokott lenni egy olyan rovatunk, hogy akik már nincsenek velünk. Na most itt pont a Pince Színház után gondoltam, hogy azért a Pistáról, mivel nagyon korai az elvesztése, hogy augusztusban, és én pontosan tudom, hogy ha már szinkron, akkor mind a ketten talán jól mondom, sokat köszönhettek a Pistának. Mert természetesen nagyon sajnáltam, és én nem tudtam összerakni, hogy most én melyiket csináltam például a Pistával. Tehát, hogy de azt nem emlékszem, hogy ezt nem tudom, hogy például a Gyűrűk urát, akkor a Pistával, igen, ugye? Igen, akkor igen. Arra jól emlékeztem, igen. Hogy a Gyűrűk ura az vele volt. Az biztos. Figyelj, ez fura, én most nem fogok belemenni ebbe a legnagyobb szeretet és a legnagyobb tisztelet hangján, de én ilyenkor is szeretek őszinte lenni, mert ez is hozzátartozik, mert a Pista. Ezt pontosan szeretném, ez persze. A felkészültség, amit mondasz, hogy a Pistáról nekem például mindig az a kép jut eszembe, hogy pontosan ez a felkészültség, és ő mindig jót akart, és mindig azt akarta, hogy egy szerephez úgy álljunk hozzá, hogy amikor elkezdünk dolgozni, akkor egy teljes képem legyen a filmről, a figuráról, akit kell csinálni. Amikor én megtudtam, hogy meghal, előtte másfél héttel vittem oda a kislányomat szinkronizálni, és én is kaptam benne egy három adatos szerepet, és baromira szerettem, hogy a kislányommal törődött, és ahogy türelmes volt. Türelmes volt, és mondta, és egyszerűen azt éreztem, amikor meghalom, vele együtt halt meg a magyar szinkron. Hihetetlen intellektusú, sziporkázó, tehát olyan, most nem csak szóvicceket, hanem olyan
finom poénokat tudott mondani, mert... Hát ő dramaturg is volt. Tehát hát sőt, ő alapvetően gyakorlatilag inkább egy esztéta... Én azt gondolom, hogy örökre őrizzük meg a szívünkbe Csörög Istvánt, a szakma megkerülhetetlen művésze, nyugodjon békébe. Mondjuk de, el, hogy neked hány gyereket van? Nekem három gyerekem van, azt nagyon sokan nem tudják, hogy az interneten is, meg mindenhol az terjen, hogy nekem egy gyerekem van. Ez nem így van, nekem volt egy első házasságom, 18 évesen lettem apuka. Te jössz, Pubikám, honnan jött ez a Pubi név? Ezt sokszor elmondtad, de itt még ezt sajnos már nem él, én neki tulajdonítom a legkisebb tahítót, a Máté, aki szintén akkor a Langgal ott volt még pincé és pince színházas, és amikor mondtam, hogy 14 és fél évesen kerültem le, az első pincés nyaram, pincetáborom Baján volt mindig, Sugó parton volt egy ilyen meredek homokos part, és ott mint egy visító, mint egy disznót, akinek elvétik az első szúrást, és visítva rohangászik az udvaron. Én rohantam be a Sugovicba, és akkor ránézett a Máté, és azt mondta, hogy te olyan kis Pubi vagy, valami ilyesmi, és akkor úgy rajtam maradt. Ez Edda, te sokszor említett, bocs, hogy beleszólok. Hát egy nagy történet, hát egy darabig, igen, aztán nem. Én is jártam ilyen becsába, de nekem nem volt annyira, tehát én már akkor sem annyira azt szerettem, mert akkor már Vangelist hallgattam, meg jazzt hallgattam, meg nem tudom én mit. Az említett külön szobát látjuk valóban? Ez az említett külön szoba, igen, ez volt az én szobám, ott volt az én kis magnóm, egy kétkazettás magnó, amit szarrán dolgoztattam, állam zenét vágtam rajta, nem tudom milyen indításból, és érdekes módon állandóan hangfelvételeket készítettem a családdal, meg a tesókkal. Amikor Rec meg a Prét együtt kellett lenni, hát az igen, az igen, meg amikor kiugrott a gomb belül, és akkor kapt el, és tedd vissza. Persze, hogy ne. Maga ballagás után adja a kérdés, hogy te mentél matek-fizika szakra, ugye? Matek fizika szakra. Meg se próbáltad akkor még a színészi pályát? De én párhuzamosan. Engem fölvettek az ELTE-re felvételi nélkül pontszám alapján. Olyan jó tanuló voltam? Hát én baromi jó tanuló voltam. Én 4,8-as átlagos voltam. A lovaglással te hogy álltál a főiskolán? Te oroszlán hát, tanított? Igen, én a Tamással imádom. Én azért is nagyon szerettem az oroszlánt, Pintér Tamás tanár urat. Mert ő abszolút, hogy mondjam, ő a helyemen kezelt, ő látta, hogy ennyi, hát én velem nem fog tudni. Tehát mondta, hogy a ló elől harap, hát középen ráz, hátul rúg. Figyelj, egyszer kint voltam a Tatterzálban, ott a lóversenypálya mögött, akkor az még volt, most az is bezárt, ott van igen, az aréna. Így van. Na, ott egyszer voltunk tornaórán, vagy mi a fenén, lovaglás órán, kimentem én is. Szegény Solygosi Tibi osztálytársam, mert ő már nem él. Őt levágta a ló, de ő az a dacos fajta, aki azt mondta, hogy összeszorított fogakkal József Attila, és akkor ő visszaült, és megpróbálta, és addig dobta a ló, amíg nem... Engem nem dobott le a ló, egy kicsit úgy megmozdult alattam, attól én beszartam, és azt mondta, hogy én ezt köszönöm szépen, de az az igazság... És Chuck Norris, ha már szó volt róla. Én ezt nagyon nem büszkén mondom, de én a sport és én... mint a vasúti vágány. Valahol a végtelenben mi találkozunk, de amúgy semmi közünk egymáshoz. Én nagyon lelkesen nézem a tévében, de ez így alakult valahogy, ez engem elkerült. Tehát én fél évig jártam, anyukám próbálkozott, mert én dundi gyerek voltam, és akkor, hogy már a házban fölöttünk egy nagyon kedves gyerekkori barátom elkezdett 80-ban járni, evezni az MTK-ba, és akkor levitt engem, pont akkor voltak a téli száraz edzések, ami azt jelentette, hogy benne, izében, ezen a nem tudom, padon kellett gyúrni, nyomni, meg fekve nyomni, nem tudom micsoda, hát én beszartam. És amikor vége volt az edzésnek, akkor mindig meséltem, hogy jaj, de jó, alig már, hogy menjek haza, anyukám csinált éppen egy nagy Weidling nudlit, és akkor én olyan jó lesz, mi haza meg és zabálok. Eljutottam a tavaszig, amikor először vízre rakták a, majdnem azt mondtam csónak, de hát akkor számra vernének a hajót, és akkor engem azt találta ki az Albert nevű, amúgy velem állandóan ordibált, nem szerettem, nem az én lelkemnek való volt, de hát egy igazi edző, aki engem berakott az orba pedagógiai célzatba, a 8-asba, mert az viszont nekem való volt, én beálltam kormányosnak, én emiatt a hajó baromi nehéz volt, 8-en meg kemet, én meg mondtam, hogy vaj, vagy nem tudom mit kellett, valami a vezérszavakat, tehát pofásznom kellett, és azt éveztem, hogy a többiek meg húzták nagyon. Oké, állatok szeretett, ez véletlenül, hogy ennyi ilyen képet találtam rólad? Ne. Ez mind otthon készül. Mind otthon. Tapirra különösen. Szondi utcában. Tapiríró szerint, persze. Tehát nálam minden van a parkett alatt. Tényleg ennyire állat buzi vagy?
Én nagyon. Érdekes egyébként, hasonlóan, mint hogy a Pubi is, hogy fölnőtt, én is pesti gyerek vagyok, egy éves korom még Lőrincen laktam, ahol most újra lakom, és aztán Kőbányán nőttem föl, és én a nagyszüleimnél töltöttem az összes nyarat, illetve amíg a dédszüleim éltek, addig a sziget közben. Tehát nagyjából egészen volt 9-10 hónapon Pesten, és egyébként a maradékot azt pedig vidéken töltöttem, és rengeteg állattal, nagyszüleimnek, dédszüleimnek, mindenkinek volt valami állata, akár a szomszéd, de az is volt, aki állat volt, és, de valami őket is szerettem. És aztán gyerekkoromban nagy nehezen apámat rá tudtuk venni, hogy a kőbányai panelba egy macskát befogadjunk. Azért azt áruljuk el, hogy neked a később szó lesz, a Tisza az nagy szerelem, ugye? Tehát én tudok ilyeneket, hogy a Tisza is. És... Ezt te honnan veszed? A Tisza annyiban, nem, ez így ebben a formában nem igaz. Kösz, jó, hogy összebeszéltünk. Rúgjál ne, így jó, hát nehogy is, igen, csak nem, a Tisza annyiban, hogy a család a szegedi, illetve Szeged melletti, tehát ilyen értelemben szegedi származék vagyok. Én bár Pesten születtem, de millió gyökér, tehát a család oda van. Már nem abban az értelemben. Nem abban az értelemben természetesen, az egy dolog, de a család gyökerei oda nyúlnak vissza. Szeged mellett 9 kilométerre egy tanya, honnan aztán szerte mindenfelé. Mohács, Pécs, Párizs, Budapest, mindenfelé vagyunk. Van egy kellemes meglepetésünk. Egy kicsit a fényt vegyük le, és akkor szerintem a történet az magáért fog beszélni. Srácok, azt hiszem nagy baj van. Elfelejtettük Tordai Dorottya születésnapját, muszáj felköszöntenünk még hozzá személyesen. Jól van, Kekmájor, de ő Budapesten van, mi pedig Kumó. Én is tudom, Joe, de nem érdekel. Most Doriról van szó. Ő talán megfeledkezett rólunk egyszer is, nem? Holnap reggel irány a kocsi, aztán a reptér. Legyen, de Clevelandet nem visszük, mert repelni fog. Hát, hölgyeim és uraim, a Dórikát kérném ide a színpadra. Itt volt egy közös kép is, ez teljesen véletlen. Gyere, légy szíves ide, és akkor itt megkoronázzuk. Én adom a... A művészek átadnak egy dedikált fotót. Szóval az van, hölgyeim és uraim, nagyon sok dia lenne még, de az időnk lejárt. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek a jelenlétetekkel, hogy kimondtam ezt a szót. Pubinak, Attilának köszönöm szépen a jelenlétet, jó volt veletek, én tudtam volna még éjfélig is löpni, legközelebb találkozunk. A szokásos fotózkodás, akinek van kedve, az jöhet. Köszönöm, hogy itt voltatok, a társkeresőknek pedig sok-sok hitet és szerelmet kívánok. További szép estét kívánok, viszontlátásra! Viszontlátásra!